Nem mindennapi asztaltársaság jött össze a tüdőgyulladás világnapja alkalmából. A magyar irodalom három költőóriását elevenítette meg három előadó művész. A fél órára feltámasztott Csokonai Arany és Adi a mai világ dolgairól beszélgetett mai szóhasználattal. A szokatlan esemény apropója pedig az, hogy mindhárman tüdőgyulladásban haltak meg. Különleges találkozás tanúi lehettek a Magvető Café vendégei. Csokonai, Arany és Adi ült egy asztalhoz a kortárs költő Turci Istvánnal. Adi innivalót is hozott, bár arról panaszkodott, hogy úgy érzi magát, mint az orvosi ló. Minden betegség kijön rajtam. Tüdőm vacakol, nem beszélve a májamra. Csokonai nőgye is terítékre kerültek. Facebookon láttam, hogy megint kavarsz Lillával. Persze Zsuzsi neve is felbukkant. Szegény Zsuzsié, akinek, ha ma élne, feltehetően egy számítástechnikai guru udvarolna. Estve jött a parancsolat. Fékcsikorgás, kocsitolat. Barátja, egy rendszergazda, belült síró, piros mazda. Arany a legjobb barátját hozta szóba. A Petőfit említetted, jó, hogy mondod, mert tartozik nekem 20 000 forinttal. Ajaj. Kihullott látóköréből a költőforradalmár, emiatt aggodalmaskodott Arany János. Fogalmam sincs, mi van vele, utoljára Segesvárnál állítólag még megvolt. Most egyesek azt mondják, hogy a Bajkál tónál nyaral, attól félek, hogy az én pénzem. A Holt költők társalgása elnevezésű rendezvényen egy tény nem került szóba. Mindhárom irodalmi nagyság ugyanabban a betegségben halt meg. Tüdőgyulladás okozta a vesztüket. 100-200 éve persze sokkal többen haltak bele a bakteriális vagy vírusos tüdőgyulladásba. Viszont még ma is a 10. leggyakoribb halálok Magyarországon. Jó irányba haladunk, mert a megelőzés irányába haladunk. Védőoltásokat dolgoztak ki a tüdőgyulladás ellen, és a védőoltással ezek a fertőzések megelőzhetők. Márpedig azt tudni kell, hogy megelőzött fertőzésnek nincsen szövődménye és nincsen halálozása. A tüdőgyulladás világnapját november 12-én tartják.